Az első részt a hátsó csomagtartóra szerelhető táskákkal hagytuk félbe, folytassuk innen! Ez egy kétrészes túratáska, az oldala kicsatolható, és egyszerűen be lehet pakolni a sok cuccot. A tetején található egy kis fogantyú. Így nyugodtan akár magunk mellett is tudjuk vinni. Amit tudni kell róla, speciál pont ez a mintadarab, azt a tulajdonságot hordozza magában, hogy kis kemény kis lamellát található benne, kis műanyag vagy bakelit lamellát, ezeket bele lehet tenni az oldalába, és stabilitást adnak neki, merevé fogják tenni, ezáltal ugye az oldala nem rogyik össze. Ez már egy három részes változat, ugye itt már pluszba a tetejébe is lehet pakolni. Láthatóan sokkal több zseb van már rajta, mint az előző társához képest. Tehát ide is lehet pakolni az oldalába, ide is lehet pakolni. Hát itt plusz ugye maga a nagy zsebbe is lehet ugye pakolni. Mind a két oldalt megtalálható rajta. Elől, hátul, végig, tehát itt is. Plusz itt is van rajta, ahol lehet még pakolni. Számos kis apróságot a külön zsebekbe el lehet helyezni. A tetején van egy plusz egy kis tartó, és még van plusz még a tetején egy nagy rekesz, ahol lehet pakolni ide, és itt van egy érdekesség egyúttal. Tetejét le tudom szedni, végig szépen, két szívzás segítségével, és voilá, már le is jött. Ugye ilyenkor marad a két rész, tehát akár ez a kerékpár csomagtartóján rajta is maradtak, és mivel frappás megoldás, váltáska, a kis cuccok benne, és már akár mehetek is a munkahelyemre. És íme az előző három részes táskának a nagy ágyúra. Ez a típus három brutál nagy rekeszt tartalmaz. Két oldal és a tetején. Ennek a sajátossága a következő. Le tudjuk csatolni a tetejét. Leszedjük. Ugye marad alól a csomagtartóra a két rekesz. Szintén bármikor egyébként le lehet venni, és ugye meg lehet így fogni. Ezt most félretesszük. És nézzük meg, hogy mit tud ez. Amikor ezt levettük, már láthatod is, hogy ez bőrünként tud funkcionálni. Fantasztikus. Hosszabb túrára belepakoljuk a kis motyónkat. Váltásba. Pártját beakasztjuk, és ugye innentől kezdve már visszük magunkkal. De, mint láthatod, frappásan megoldották, kézben is fogható. Így. És a belsejében hoppáré hatalmas nagy esővédő, ami az egész táskára ugye rá lehet húzni. Háromfajta kormánytáskát fogok bemutatni. Kezdjük egy egyszerűbbel. Konzolra rögzíthető, merev oldalfalra rendelkezik. A konzolra arra kell odafigyelned, hogy a te kormány átmérődhöz győződj meg róla, hogy passzol-e. Következő egy térkép tartós, ide kell betenni a térképet, láthatóan itt már kis plusz oldalzsebek vannak rajta, váltáskaként is használható, plusz egy kis villogó helyezkedik el az oldalába ennél a típusnál, tehát ez nem mindegyiknél fordul elő, illetve az aljába, nézzük meg, hogy mi van, hoppá, eső ellen rá lehet húzni egy kis esővédőt, de akár használható főzésnél is, szakácsokkal. Ezt öptáskaként is használhatod. Ugye itt kell rögzítened kormányra. Ezt felhúzod, és így pedig rögzíted, derekadra teszed, hátra csapod. És ugye így nem fog zavarni téged a pedálozásban. Ezen már vannak kis zsebek, tehát oldal, ide akár kulacsot is bele tudsz tenni. Két oldalába, kis fogantyú is van rajta. Plusz funkciók vannak, kis hevederek találhatók rajta.
és ezekben a kis hevederek alá tudod fogadni a pulóveredet, meg a kisebb kis ruhanemüket. Itt is található egy fogantyú rajta. Berögni plusz lelkeszek. Praktikus, nagyon szeretem egyébként, én sokat szoktam ezt használni. Természetesen a piacon léteznek még más típusú táskák is, például első csomagtartóra szerelhető, hátsó csomagtartóra szerelhető féloldalas, de amiket bemutattam, ezek általában legkézzelfoghatóbbak. Ezeket szokták a legtöbbet vinni. Ezek mind többnyire jó minőségű kordura anyagból készülnek. Nem szakadnak el és tapavérúak. Köszönöm, hogy velem voltál ebbe a két részes sorozatba. Találkozunk a legközelebbi videóban is.